sokszor látunk és hallunk olyan társadalmi célú hirdetéseket, vagy akár a közösségi médiában fizetett hirdetéseket, amelyek arról szólnak, hogy a kormány egy-egy intézkedése kapcsán mennyi pénzt hagyott a magyar családoknál. Kevésbé láthatunk, hallhatunk viszont olyan intézkedéseket, amelyek arról szólnak, hogy a kormány egy-egy intézkedése mennyi pénzt von el a magyar családoktól. Az egyik ilyen intézkedés a január 1-ével életbe lépett jövedéki adóemelés, amelyről nyilván mindenki hallott, hiszen másfél éve a kormányzati kommunikáció arról szól, hogy vagy Brüsszel emeli a jövedéki adót, vagy Brüsszel miatt kell emelni a jövedéki adót. Nem szólnak viszont a hírek arról, amit bárki megtalálhat az Európai Unió honlapján, hogy a Brüsszel által előírt minimum jövedéki adó mérték az 33 eurócent a gázolajnál, 36 eurócent pedig a benzinnél, ami 16 forinttal kevesebb, mint amivel a kormány most megemelte a jövedéki adót. Erre még rárakódik a világon egyedülálló módon a 27%-os áfa, ami összességében literenként nagyjából 20-22 forintos fölösleges vagy indokolatlan áremelést jelent. Próbálja a kormányzat elbagatellizálni ezt a pár forintos emelést, ám hogyha jobban megnézzük, akkor a NAV honlapján közzétett eladási adatok alapján tavaly évre visszamenőleg láthatjuk, hogy tavaly januárban az összes eladott üzemanyag 495 millió liter volt a hazai benzinkutakon, ami 10 milliárd 800 millió forint, 2023-ban pedig az egész éves eladás 5 milliárd 600 millió liter üzemanyag volt, ami 123 milliárd 800 millió forint. A Mi Hazánk mozgalom elvárja a kormánytól, hogy az évek óta tartó rendeleti kormányzást végre fordítsák a magyar emberek javára, és úgy módosítsák a jövedéki törvényt, hogy az összhangban legyen a jelenlegi forint-euró árfolyammal, illetve továbbra is elvárjuk, hogy csökkentsék a 27%-os világrekorder áfát, illetve ne adóztassák az adót, tehát a jövedéki adót ne terheljék még pluszban az áfával is.